De úgy döntöttem, hogy mivel nem lehetek otthon, illetve mivel otthon vagyok, nem, kicsit kimozdultam otthonról, ezért most itt fogok egy kicsit vlogolni, illetve megmutatni, milyen az, amikor elmegyek otthonról, és úgy gondoltam, hogy csinálok egy ilyet is a változatosság kedvéért. Ez egy ismét kis konkrét videó lenne az előző videóra vonatkozóan. Hogyha hazamentem, akkor bővebben fogok beszélni az egészről. Addig is viszlát! Sziasztok, a nevem Szilárd, és azt tettem észre, hogy az elmúlt fél percben tulajdonképpen azt se tudtam, hogy miről beszélek, de ne legyen ez probléma, nem szeretnék magyarázkodni ez ügyben. Fogjuk a lámpalázra, mert azóta ludas. Most úgy döntöttem, hogy kihagyom a Szilárdon a lényegre törve részt, mivel nem láttam semmi olyasmit, amiről igazából kellene konkrétabban beszéljek, ami nem lenne egyértelmű. Jó, ha azt nézzük, akkor tulajdonképpen az egész videósorozat nem egy egyértelmű dolog, mert folyamatosan kérdések merülnek fel, amikkel igazából nincs is semmi baj. Igyekszünk választ adni mindenre, aki csak alkalmas. Úgyhogy ebből nem fogunk problémát csinálni. Arra gondoltam, hogy tovább fogom mesélni az én kis történetemet, mivel most már úgy vagyok vele, hogy igazából csak egy rész maradt. És ez az egy rész, ez az utolsó egy hónap, másfél, kettő. Szóval ez a hónap úgy kezdődött, hogy leborotváltam azt a csöpp kis hajamat, ami visszanőtt, mert tudtam azt, hogy ismét el fog hullni. Szóval én úgy indultam vissza a kórházba, hogy sajnos már nem volt hajam. Ami egyébként nem probléma, mert én készültem a dologra. Picit érdekes volt, amikor leborotváltam magamnak, de ez is egy élmény volt. Én csak annyit tudok mondani, hogy senki ne tapasztalja meg abból az okból, amiből én meg kellett, hogy tapasztaljam. Miután visszamentem a kórházba, el is kezdődött a kezelés, ez gyakorlatilag majdnem ugyanolyan, mint az első kezelés. Itt nekem most annyi volt a különbség, hogy nem prednizont kaptam, kortikoterápia gyanánt, hanem dexametazont, ami picit keményebb anyag, mint a prednizon. Van egy olyan gyógyszerecske, hogy aszparagináz, amit sajnos nem tudtunk beszerezni időben, meg olyan kiszerelésben, amilyenben nekem kellett volna, így nem volt mit tenni. Utána érdeklődtünk, hogy melyik kórházban van. És éppen volt Temesváron, így meg tudtuk beszélni, hogy én a kezelésemnek ezt a két hetét Temesváron fogom tölteni, amiért nagyon hálás vagyok, mert igazából tapasztaltam. Nagyon sokat tapasztaltam ott is, megláttam, hogy milyen egy kórház, milyen egy nagy kórház igazából, és hogy ott milyenek a körülmények, milyenek a lehetőségek, milyenek a nővérek, az orvosok, a betegek. Elsősorban
amit tapasztaltam, az az, hogy ott éreztem talán először azt, hogy én beteg vagyok, és úgy is kezelnek. Mert vásárolni egyáltalán nem ezt éreztem. Ott valami olyasmit éreztem, mint hogyha egy klubnak a legújabb tagja lennék, vagy nem is tudom, befogadtak is, és úgymond engedték, hogy a tagja legyek a közösségünknek, amiért szintén nagyon hálás vagyok. Szóval ez is egy élmény és egy tapasztalat. Megkaptam az aszparaginász adagomat az alatt a 2 hét alatt. Ekkor ugye mondtam az előző videóban, hogy 59 kilóra tudtam vissza hízni. Na most, mire visszakerültem én Marosvásárhelyre, addig én lefogytam 43 kilóra. Ami elég kevés volt. Mi több, nagyon intenzíven az egész számban afták jöttek ki. Amikről azt kell tudni, hogy bizony nagyon fájdalmasak, és kellemetlenek tudnak lenni, főleg az evésben, ivásban is sajnos már azon a szinten voltak, és én kipróbáltam mindent, de igazán semmi nem segített. Amit elmondtam a szilárdan a lényegre törve videómba, az az, hogy a szódabikarbonás víz az jó barátom volt, tehát hiába is mondanám azt, hogy nagyon sokat segített, mert nagyon sokat nem, mert nem tudott. De anélkül sokkal nehezebben mentek volna a dolgok, mi több, ezzel fertőtlenítettem is, és így kizártam annak a lehetőségét, hogy esetleg onnan is fertőzés kapjak, vagy bármi ilyesmi. Barátom volt a Tantumverde, és volt még egy ilyen kis tabletta, amit el kellett szopogatni, az nagyon-nagyon sokat segített. Úgyhogy ez a 3 dolog volt, illetve a Strepsils, I think. Igen, ezek a dolgok voltak azok, amik engem átsegítettek ezen a következő 2 héten. És amint ezzel a következő 2 héttel megvoltam, elkezdtek múlni az aftáim, és hazajöttem 5 napra. Az 5 nap után visszamentem 2 hétre, és ez alatt a 2 hét alatt, mint a második hónap alatt Alexánt kaptam, ami azt lehet mondani, hogy viszonylag könnyen ment. Némi hányingerrel járt, ugye mindaz megszokott, de egyébként különösebb panaszom nem volt. Itt már ezután a 2 hét után már körülbelül 49-50 kilónál jártam, ami kifejezetten jó. Most vagyok 52-53, szóval azóta ennyit sikerült összeszedni, de rajta vagyok. Mi több, nő a hajam, meg a bajszom, meg ilyesmik, szóval egyre inkább kezdek a régi lenni, azt hiszem. Ezután a 2 hét után megcsináltam minden idők legkisebb apláziáját. Viszonylag hamar haza tudtam jönni, nem kellett sokat ott dekkoljak a kórházba. Úgyhogy minden rendben volt. 2 hét után visszamentem, csináltunk egy csontvelőt, és ez az a nap volt, amit látni lehetett a videó elején. És azóta is már eltelt 2 hét. Több, mint 2 hét. Úgyhogy picit meg vagyok csúszva, de mentségemre szóljon, nem éreztem túlságosan jól magam, meg nem is igazán volt hangulatom. Felvettem egy videót, de úgy éreztem, hogy nem volt igazán szalonképes. Szóval ez a második. És ez az első dolog, hogy ilyet csinálok, mert azt mondom mindig, hogy úgy már nem hiteles a videó, hogyha kétszer veszem fel ugyanabba a témába. Megtettük ezt a lépést. Reméljük nem fog sokszor előfordulni. Szóval köszönöm, hogy megnézted a videót, hogyha
tetszik, amit csinálok, akkor iratkozz fel, lájkold, esetleg, ha csak szimplán követni szeretnéd a történetemet, akkor bekövethetsz Instán, esetleg Snapchaten, illetve megtaláld a leírásban a Facebook oldalamat is. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!